Köszöntöm Önöket, ez itt a Sziaszt a Plusz a Nyíregyházi Televízióban. Érdemes velünk maradni, hiszen újabb érdekes vendégek jönnek majd. Többek között egy veterán autóról is beszélünk, aztán itt van velünk a Spartacus Torna Klub aerobik csapatának vezetése, a szakmai stáb néhány tagja, mert hogy Magyar Kupa döntőn jártak. Aztán ellátogatunk a Filharmónia koncertsorozat egyik állomására, egy világjáró biciklissel is beszélgetünk, és természetesen színház is lesz, úgyhogy tényleg érdemes velünk maradni. Mindenek előtt azonban Takásné Gál Kriszta és Hubacsek László a vendégünk, akiket szeretettel köszöntök, és gratulálok. Ugye túl vagyunk a Magyar Kupa döntőn, Budapesten, nagyon jól sikerült a Spartacus Torna Klubnak, több érmet is szerzett a csapat, és van egy kupagyőztes együttes is. Na, hogy éltétek meg, meséljetek? Köszönjük szépen a elismerő szavakat, üdvözöljük mi is a nézőket. Sikerült egész jó eredményt elérni. Dolgozunk, úgyhogy... Laci bácsi, szokás szerint. Röviden, hát az egész jó eredmény. Hát azért szereztetek 7 érmet, ha jól emlékszem. Igen, 1 arany, 3 ezüst, 3 bronz, 5 darab negyedik hely, 4 darab ötödik hely és 2 darab hatodik. De már az is amúgy nagy szónak számít, és nagyon boldogok voltunk, hogy minden kategóriában, ahol indultunk, egységünk jutott a döntőbe. Tehát nekünk már ez is nagy boldogság volt. Hát néztem a csapatképet, egy jó széles vásznú fényképező kellett, hogy mindenki ráférjen a képre. Hány fővel utaztatok Budapestre? Nagyon soknak tűnt. 64. Az igen. Akkor maradt itthon egyáltalán valaki? Maradtak, akik ugye egymást kiütötték. Mert akik nyertek a Challenge UP1, ott a második helyen, sőt volt a fordulók között, amikor első helyen voltak, azok sajnos nem tudtak versenyezni. Akkor is volt az UP2-ben is ilyen. Volt, ahol 2 egységünk volt, és mind a 2 dobogon volt, és hát ugye a Magyar Kupa szabályai szerint egy egyesületből csak egy egység vagy egy egyéni versenyző indulhat. Nagyon le voltak törve, akik itthon maradtak? Hát gondolom, hogyha minimális ponton múlt, hogy nincsenek ott a fináléban. Hát ezt megpróbáltuk kezelni, és szerintem sikerült. Tehát gyerekeknek el lehet magyarázni, és megértik, hogy mi miért történik. Sokat számított itt a döntőben az, hogy azért most már picit rutinosabbak a versenyzők. Voltak nemzetközi versenyek, volt ugye több Magyar Kupa forduló, tehát most már tudják, hogy mire számíthatnak mondjuk egy döntőben. Hát minden verseny más. Pszichésen is teljesen más motiváció éri a gyerekeket, tehát egy döntő az még egy picit rátesz arra, hogy izgulnak, de már egész jól kezelik ezeket a dolgokat. Meglepetés volt mondjuk annak a csapatnak a győzelme, vagy azért számítottatok rá? Hát nem az, hogy számítottunk, de nagyon sokat dolgoztak, nagyon motiváltak voltak, és végül is ők végig bajnokok voltak, felváltva a másik, amit Laci bácsi mondott, másik UP1 Challenge-es csapatunkkal, úgyhogy nagyon szerettük volna mondjuk így, úgyhogy örültünk neki. Tehát magyarul, hogyha ők is a szabályrendszer megengedte volna, akkor valószínűleg a második hely is a tiétek ebben a kategóriában. Tudom, hogy nehéz ilyet hatolgatni, de így volt. Nincs ha. Sportban nincs ha, tehát mindig a per pillanatnyi teljesítmény számít. Viszont azt látom, hogy folyamatosan fejlődnek a csapatok, jönnek fiatalok, újra kell kezdeni kvázi a munkát, most pedig egy komoly kihívás előtt vagytok megint. Vannak, akik kategóriát vagy korcsoportot váltanak majd? Igen, sokan váltanak, és ugye a legkisebb sportaerobikban az UP3 az a legkisebb kategória, abból UP2-es váltás az egy nagyon kemény dolog, mert komoly elemek vannak, ugye UP3-ban kevesebb elem van, UP2-ben több. Ugye több a hiba lehetőség, több a levonás, úgyhogy hát azon leszünk, hogy abszolváljuk ezeket a dolgokat, és hát a gyerekek ügyesek, képesek rá, hogy ezeket az új elemeket, meg új gyakorlatokat elsajátítsák. Kriszta, a legkisebbek továbbra is hozzátartoznak? Hát igen, azért is mindig ez a reket hang, mert nagy tornateremben edzünk, hál' Istennek, és azért kicsiket sokszor kell megszólítani, tehát most már a 3 éves alsó korhatár is úgy mondom, betelt, tehát 4 éves kortól szerettünk volna gyerekeket fogadni, de annyira lelkesek voltak, és sokan beálltak a sorba az aprók közül is, úgyhogy ők is majd januárban már megmutatják a tudásukat a szülőknek. Nehéz fegyelmet tartani az ilyen egész picik között? Ők azért még izgágák, jönnek, mennek, tehát ott azért más, de úgyhogy közben ne zavarják a többiek munkáját sem, és ti is haladjatok. Hát sok inger éri őket, inkább ezért nehezebb, azt gondolom, egy ilyen nagy teremben, hogy szól a zene, Laci bácsi a másik fronton, Jankó a harmadik fronton, foglalkozik, más-más dolgokat csinálnak, és akkor nyilván egy hang, egy mozdulat mindig elveszi a figyelmüket, de hát
ha a gyerekek szeretete megvan, én azt gondolom, meg a türelem, akkor megoldjuk. Uh-huh. Egyszer azt mondta nekem egy ismerősöm, hogy a gyerekét olyan sportra szeretné vinni, ahol jól érzi magát. Amellett, hogy jó eredményeket ér el, fontos, hogyha a gyerek rááldozza a szabad idejét, meg a szülő is, akkor ne érezze magát feszélyezetten, hanem persze végezze el a munkáját, de azért kicsit legyen otthonos. Megvan ez a hangulat nálatok? Mi, amikor ott jártunk egyszer-kétszer, akkor ezt tapasztaltuk, hogy azért nem az a vas fegyelem van, de ha kell, akkor bizony muszáj egy picit szabályozni őket. Hát nekem ez a pedagógiám, ezt hoztam, és próbálom megvalósítani itt Nyíregyházán. Ezt tudni kell, hogy a torna, vagy az aerobik, nevezhetjük egy szinten van, veszélyes üzem. Tehát itt nem lehet ész nélkül ugrabugrálni, mert abból baleset keletkezik. De a gyerekek szeretnek, tehát igazából itt egy ilyen családias légkörbe megy az edzés. Tehát amikor kell, akkor megvan a fegyelem, amikor lehet, akkor lazábbak a dolgok, úgy, mint most például egy-két hétig most egy ilyen örömtorna van. Uh-huh. Meg hát ez volt nyáron is, volt egy kis tábor, én azt láttam, ott egy picit azért szabadabban lehetett talán mozogni, meg akkor voltak újak is, ugye? Tehát volt egy kis toborzótok is, ahol lehetett jelentkezni. Hát igen, volt úgymond hivatalos toborzó, de azért fogadunk egész évben újakat, tehát nekünk ez a filozófiánk, hogy milyen eljöhetnének, ha éppen akkor szereznek róla tudomást, beállnak, és akkor szép lassan meglátjuk, hogy mikor élnek el arra a szintre, főleg a iskoláskorúak, hogy versenyezni tudjanak, de tényleg jönnek, szóval most kicsit örömtelien, de fő a fejünk, mert sok új, tehát amit mondott Laci Mecs is, hogy korosztály és kategóriaváltás, plusz új csapatok, új gyakorlatok, uh-huh. Tehát dolgozunk majdnem hétfőtől vasárnapig. Viszont úgy néz ki, hogy megéri, mert ugye egyrészt jövő héten városi sportgála, ha minden igaz, akkor talán ott is találkozhatunk veletek. Utána pedig lesz egy Spartakuszos évzáró, ahol kis műsorral is kedveskedtek, majd a jelenlévőknek több mint 1000 gyerek lesz például ott jelen. Lesz fellépő, hát ami az idő engedi, 5 vagy 6 egység fog fellépni. Uh-huh. Meg hát az egy igazi nagy családi ünnep lesz, azt gondolom. Igen, mert a Spartakusz egész palettája föl fog vonulni. Így van, tehát ott lesznek az utánpótlás játékosok, felnőtt focisták, női focisták, és még az aerobikosok is. Nem tudom, hová lehet még fejleszteni tovább, de akkor ezek szerint nálatok is van bőven gyerek, úgyhogy van, kikkel dolgozni. Karácsonyi vagy újévi fogadalom, tudom, mindenki valamit letesz, hogy mivel lenne elégedett. Jövő ilyenkor, ha beszélgetünk majd mondjuk egy magyar kupa döntő után, hány éremmel lennétek elégedettek? Hát ha ugyanezt tudjuk hozni, akkor elégedettek leszünk. Na, mert ez, mondom, ez egyre, tehát a sportaerobik az a műfaj, ahol a legtöbbet kell dolgozni, a legtöbbet követeli a gyerektől, de a legkevesebb a sikerélmény. Uh-huh. Tehát a challenge meg a basicben teljesen más, tehát ott el lehet érni kisebb-nagyobb eredményeket, de a sportaerobikban csak azt tud, aki extra. Tehát olyan erős a mezőny, hogy egyszerűen nem tudsz odaférni a dobogóra. Nem csinálsz olyan gyakorlatot, amit uh-huh. azt mondják a bírók, hogy ez igen, le a kalappa. Akkor kicsit olyan, mintha egy osztálya feljebb jutott volna most a csapat, és ott kell majd helytállni jövőre. Hát a Sparinak ugye ez most a második évet kezdjük, mert ugye tavaly szeptembertől kezdtük, úgyhogy én azt mondom, ha ilyen lépésekbe haladunk, akkor itt egy örömteli dolog lesz. Meg és a hangulat, nem? Meg a gyermeklétszám, meg az egész pedagógia, úgy néz ki, hogy ez be fog jönni. Hát én nem egy évre terveztem Nyíregyházán, hanem több évre, és szeretnék egy olyan klubot fölépíteni. Ha már én nem leszek, akkor a fiatalok, utódok vigyék tovább. Na de hát ez még nagyon messze van. Köszönjük szépen. Így van, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Gratulálunk még egyszer. Sok sikert akkor a következő szezonban, a következő évben is. Mi pedig akkor most látogassunk el a Filharmónia Magyarország bérleti hangversenyére. Nyíregyháza volt a következő helyszín. Az est vendég a Miskolci Szimfonikus Zenekar volt, a szólista Lakatos György fagott művész. Vezényelt a Liszt Ferenc és Bartók Pásztori díjas karmester Antal Mátyás. Jöjjön egy kis ízelítő.